Kiválasztották a helyi fellépőket a Városnap szervezői a jelentkezők közül. A Kontur Plusz Egyesület a párnacsata hazai rekordját is megdönteni a rendezvényen. Idén olyan helyi és környékbeli előadóknak, együtteseknek és művészeti csoportoknak is lehetőséget adnak a Városnapján, akik eddig még nem szerepeltek vagy kevéssé ismertek Kanizsán. A jelentkezők közül két énekest, két tánccsoportot, két rockzenekart és egy sportklubot választottak ki. A Svensz Balett és Tánciskola, Decsi Richard, Kopár Antal, a Mura Dance tánccsoport, a Zinger és a Your Last Steps rockzenekar, valamint a nagykanizsai judóklub egyenként 20 perces előadással szerepelhet a nagyszínpadon április 29-én, szombaton 11 és 15 óra között. Ezen a napon egyébként az esti fellépők a Neoton Familia sztárjai lesznek, de délután a párnacsatázás magyarországi rekordját is szeretnék megdönteni a szervezők. Ehhez legalább 351 embernek kell csatázni az Erzsébet téren. A motto: gyűjts sereget! Mindig most is az Egyesületünk egy plusszal kíván szolgálni a Város Napján. Szombaton egy rekorddöntési kísérletbe kezdünk. Kérjük, hogy a városlakók vegyenek részt ebben a programban. A célunk az, hogy a Túri György korszakát megidézve egy párnacsatát hozzunk létre itt az Erzsébet téren szombaton. Az egyik fő fellépőt megelőzően harcoljunk, küzdjünk és írjuk be a város nevét a rekordok könyvébe, úgyhogy kérem, minél többen jelentkezzenek és hozzanak magukkal egy párnát.